Így néz ki jelenleg a Kállai Miklós egykori miniszterelnök által 1906-ban építtetett, közel 3000 négyzetméteres kúria. Az épület felújítására állami támogatásból 960 millió forintot fordítanak, a munkák befejezése után pedig a Kállai gyűjtemény költözik be az ingatlanba. Itt kap helyet majd többek között az egykori miniszterelnök bátyjának, Kállai Tamás felsőházi országgyűlési képviselőnek a díszmentéje is, amelyet a család orosi ágának leszármazottai adományoztak a nyíregyházi önkormányzatnak. A város polgármestere a tájékoztatón elmondta, a relikviának méltó helye lesz a felújított kúriában. A város tulajdonába az épület a kormánydöntés alapján a beruházás befejezését követően kerül, eredetileg tavaly októberben lett volna befejezés határidő, én a múlt héten magam is megnéztem, és most már azt gondolom, biztonsággal mondható, hogy március végére készen lesznek, és akkor átkerül a városhoz, és azt tervezzük, hogy a lehető leghamarabb a Kállai gyűjtemény áttelepítése megkezdődik, és az első kiállítás is megnyílik majd. A díszmente és a tartozékainak adományozásáról szóló szerződést a polgármester és Kállai Krisztián írta alá a Kállai család tagjainak jelenlétében. Az orvosként dolgozó Kállai Krisztián a ruha történetéről elmondta, a díszmagyar a család utolsó díszes ruhadarabja, a többi ilyen öltözet a II. Világháborúban és az azt követő években megsemmisült. A ruha felújítása túl drága lett volna, ezért döntött a tulajdonos az adományozás mellett. Egy több mint 100 éves díszmagyart adományoztunk, dolmányt és mentét. Egy nagyon távoli sömé volt, akinek ez az adománya a történelmi viharain keresztül került hozzánk, úgyhogy számunkra ez mindig is a családot és a családunknak a történelem betöltött szerepét jelképezte. A Kállai családot az egyik legrégibb ősnemes magyar famíliaként tartják számon. Ősi fészkük Nyíregyháza szomszédságában, Nagykállóban és környékén volt. Leghíresebb tagjai Kállai Miklós mellett császári, illetve királyi kamarások, udvari tanácsosok, miniszterek, országgyűlési követek és képviselők, valamint egyházi vezetők voltak.